teema ees igasab mul on Langlane mida teema kas kasvõi energia võrda ettől egy kicsit el is tér ez a water management azért is érdekes mert Magyarország ebben jelentős szerepet kapott nemzetközileg most a többi időben és ez egy elég széles körű téma tehát hogy mik a kérdések ezen a téren és különösen Magyarországon és ezen a területen mik a következményei. Itt is megemlítem azt, hogy kikkel dolgoztunk együtt ezen a téren, különösen Mészáros Csaba Műegyetemről, és a vízgazdálkodás az, a, az még úgy van tekintve a Lenz által, hogy ez még az energiagazdálkodásnál is fontosabb a földi fenntartható fejlődés szempontjából. És hát ez az energiára vonatkozó feltételek és a vízre is hasonlóan. Én említettem az előző előadásomban, nem volt itt mindenki, hogy azt, hogy a, hogyan szolgálja ez a fenntartható fejlődést, mi kvantitatívan megpróbáljuk kiértékelni, amit eddig kevesen tesznek, és nagyon sok politikai jellegű hozzáállás van ezen a téren, de ezt meg lehet csinálni nekünk is. A vízzel kapcsolatban a Európai World Water Summit-nek van egy eszeveszettű hosszú executive summary-ja, aminek a tartalma nagyon szétszórt, és nehéz benne megtalálni, hogy mi a lényeg, ami lényegesen informálva van, hogy vízre egyre inkább szükség van, és tiszta vízre egyre inkább szükség van. Ez egyre inkább hiányzik, nagyon sok helyen, még Amerikán belül is. Tehát közismert például, hogy a Colorado folyó nem éri el a tengert, mert megisszák, meg elöntözik, és tehát ez a nemzetközileg legfontosabb a vízgazdálkodásnak. Ami viszont szintén fontos, hogy van egy csomó más aspektusa is. Azt már említettem az energia kapcsán, hogy az energiatárolása, különösen a szabályozhatatlan energiaforrások, mint a napsugárzás és a szél miatt egyre fontosabbak, és tehát energiát valahogy tárolni kell, és az atomerőművek sem tudják követni a fogyasztást, mert azok konstans energiát követnek. Tehát mind a szabályozhatatlanok, mind az atomenergiát megkövetelik azt, hogy legyen valami olyan energiaforrásunk, ami az igényeknek megfelelően össze-vissza változtatható. Hát az egyetlen ilyen az a vízenergia, aminek két formában lehetséges ez, vagy a pumpás vagy szivattyús vízenergiatároló, mint például egy magasabb ponton prédikáló széken nagy mennyiségű vizet tárolunk, és ezt akkor lehet leengedni, meg fölpumpálni, amikor kell, vagy lehetséges. A téved és nyersség nem csak ez a változat van, hanem az is egy energiatárolási módszer, hogyha egy normális vízerőművet úgy járatunk, ahogy az igényt megköveteli. Tehát az, hogy visszapumpáljuk, az nem feltétlenül kell. Norvégiában ugye az a helyzet, hogy óriási mennyiségű energia áll rendelkezésre, mert Norvégiában évi 5 méter csapadék esik, tehát Magyarországon 30 cm, tehát ez egy kis különbség, de ez óriási energia, különösen azért, mert a 1000-2000 méter magas hegyeken vannak nagy tavak, tehát a víztárolás az 1000 méter helyzeti energiáról, de a tenger szintig van. Most visszapumpálni ezt sajnos nem lehet azért, mert a tenger szinten a víz az sós víz, fönt a hegyekben meg egy friss víz vagy édes víz van, és akkor mondjuk a halak azok nem bírják mind a kettőt, tehát a visszapumpálás az nincs, de ennek ellenére a majdnem egy éves vízmennyiséget tárolnak ezek a rezervuárok, annak az anélkül, hogy akármilyen pumpálás lenne, mert a csapadék mennyisége óriási, tehát ez egy 100%-os éves mennyiségű vízenergia tárolásra
lehetőséget. Tehát ez egy helyzet, amit mondjuk Magyarországon nem lehet elérni, de majd visszatérünk Magyarországra is. A másik nagyon fontos tér, hát az ivóvizen kívül az, hogy a mezőgazdasági vízszükséglet. Ez viszi el a legtöbb vizet Amerikában is, Magyarországon is érdekes a bős nagymarosi vízlépcsőnél. Van egy elég speciális, kb. Olyan 3-4 méter, vagy még több is a vízkülönbség, attól tudom, milyen a vízállás. És van egy ilyen üzemcsatorna, ami eludja egészen, ha jól tudom, város nevét Gönyűi, tehát jól, ugye ott határ folyó a Duna, tehát elég messze, és a Csalók köznek a mezőgazdasági vízállátából, ebből a magasan álló vízszintből könnyedén és jó mennyiségben szolgáltatják, ez viszont elvisz egy csomó vizet természetesen a Dunából. A másik oldalán van az öreg Duna, az alacsony szintjével, tehát Magyarországon ezt nem lehet megcsinálni, a magyarországi oldalon alacsony a vízszint. Tehát, hogyha meglennének, tehát olyan szituációt kell teremteni, hogy a öntözést is lehetővé tegye, hát ez az egyik legfontosabb. A harmadik fontos jelenség, ami közvetlenül van az, hogy a víz az egy közlekedési csatorna, különösen nagy tömegű, nagy mennyiségű anyagot legolcsóbb van vízi szállítással lehet elérni. Erre majd visszatérek, hogy ez Magyarország szempontjából szintén fontos. A víz az energiaforrás, és ezt most már majd tudom utolsóként említem. És ebből a szempontból a folyók egyes országokban nagyon kívánnak, a legtöbb európai országban, Ausztriában, Norvégiában, Németországban szinte 100%-ig ki van használva. Mondjuk Norvégiában még lenne még több, de legalábbis a teljes energiaigénye Norvégiának le van fedezve a vízenergiával, a fűtéstől kezdve akármi, és még a villanyautók száma is több százezer már Norvégiában most. Tehát mindaddig, ameddig a elektromosságot atomerőművek az vízenergiát szolgáltatja, addig az elektromos autók azok környezetbarátok. Ha szénerőművekkel csináljuk ugyanazt, akkor esetlenség, mert az végül is ugyanazt a szennyeződést kibocsátjuk, csak nem egyik el, hanem a másik. Az utolsó ilyen szempont, amit meg kell említenünk, az a, ja, és az energia terén, ami a fönnálló energia is nem használjuk, az a tengerek, az óceánokban lévő árapály energia, amely egy óriási mennyiség, ugye a Föld körül a Hold vonzása miatt egy 54 centis hullám megy körbe-körbe az egész Föld körül, úgy, ahogy a Hold. A Hold felő oldalon is, meg az ellenkező oldalon is van egy ilyen hullámcsúcs. Na most ez egyes helyeken most megsorosodik. Az egyik legnagyobb ilyen árapály erőmű az Franciaországban, ahol egyes helyeken ez 10 méteres szintkülönbséget eredményez. Az árapály az városa válogatja, tehát a nyílt óceánon ez egy fél méter, de nagyon sok helyen, mint olyan például norvégiai Trondheimban ez 2 méter, van egy ilyen szoros, ahol valami ezerezett áramlás van, nem tudom, ilyen 50 km per órás állomással megy tehát egyszerűen a vízszint az több így néz ki. Úgyhogy képesztő dolgok vannak, tehát van sok egyes helyeken, az óceánban van sok energia, és sokkal nagyobb az energia sűrűsége, mint a szél erőműveknél. Azt kell tudni, hogy a víz sűrűsége az kb. 1300-szorosa a szélben lévő energiamennyiségnek, tehát sokkal, de sokkal kisebb propellerrel lehet ugyanazt az energiamennyiséget megtermelni. Na, az utolsó, ami viszont szintén fontos, hogy a víznek vannak káros hatásai, a víz emelkedés, például Magyarországon a Duna az kb. 12 métert változik az apály és a árvíz szintek között, és hát egyszerűen azt hiszem 2013-ban már majdnem Budapestet fenyegette. Tehát ez az egyik fontos kérdés, hogy ha
pomenul lui Zvon Zapu, dar și alea sunt, mi-am spus și alea pe unele, eu fiu la Hollandia, ami sok-sok méterrel van a tenger szint alatt, jó nagy, tehát mondom, a területének a fele majdnem, és az meg van védve megfelelő módon. Most akkor a vízerőművekről egy pár szó, a világ legnagyobb vízerőműve ez a Three Georges nevű vízerőmű, ez itt 4 km széles, a különbség a felső víz és az alsó víz között 125 méter, van egy ilyen 5 lépcsőfokos, mindegyik 25 méter szintkülönbségű hajózsűri, és ennek a teljes teljesítménye 26 gigawatt, tehát 26 újfajta, tehát 1 gigawattos hatómerő, amit a Pakson terveznek. Tehát ez egy óriási, hogyha veszünk még egy alsókát is, ami nem ilyen nagy, akkor 32 gigawattot szednek itt a Jangtze folyóból, tehát a vízerőmű óriási mennyiségű energiát is tud produkálni. Na most a norvégai vízerőművek különbözőek, mert itt nem 126 méter, hanem néha 500 vagy akár 1000 méter szintkülönbség is van az alsó és a felső között, ami azt jelenti, hogy 5-ször vagy 10-szer vagy nagyon sokszor több energia jön ki ugyanabból a vízből. Tehát ez fontos tudni, hogy egy ilyen erőmű, ami magas, sok szintkülönbséggel megy, az sokkal több energiát szolgáltat. Tehát amíg a Dunán a vízerőművek mondjuk olyan 10 méter szintkülönbséget, mondjuk Magyarországon tudnak képviselni, addig a prédikálószék az olyan 200-300 méter magas, tehát az 20-30-szor több energiát szolgáltat ugyanarra a vízmennyiségre. Okay. De csak Norvégiának a mennyiségét voltak számunkra van előző. És ez a teljes fogyasztása Norvégiának, ami víz erőművekkel van az egyik évben, 120 terawatt óra. Tehát ez a gigának az ezerszerese, és a megawattnak a milliószorosa, tehát ez óriási mennyiség. Ez azt jelenti, hogy 13 vagy 14 atomerőmű átlagban azt fedezi a norvég vízenergia. És viszont az installált energia mennyiség, tehát a vízerőmű, mert ugye szabályozzák össze-vissza, néha többet kell termelni, a kevesebbet, tehát 30 gigawattnyi vízerőmű van, tehát installálva. Ezért az ára, hát az ugye a fűtőanyag nem kell, tehát a fenntartása meg az építéséből eredő ára az 10-20 eurócent, ez Európában valószínűleg a legalacsonyabb vagy az egyik legalacsonyabb. Az itthoni is drágább. Tessék? Az itthoni is 30 forint, az 10 eurócent. Csak közben vettem. Hát a norvég lokásos árakat, meg az európai árszínvonalhoz képest az elenyésző lehet, hogy ez csak a bürokrácia. Szolgáltatja a bürokráciát, azt minden országban meg kell fizetni. Tehát maga a termelési ára, ez a fogyasztói ár. A termelési ára az valószínűleg sokkal kevesebb még az itthoniál is. Most egy érdekes, amit mondtam az energiatárolásról, hát akármikor online elérhető, itt az ábra azt mutatja, hogy egy adott időpillanat, ez a hetek száma, tehát ez 52-ig megy, és ez az adott héten mutatta el tavaly év végén, és tehát hogy melyik héten mekkora a telítettsége a víztárolóknak. Ez azért fontos, ugye itt van tehát a legmagasabb telítettség, ez a legmagasabb, és ez a legalacsonyabb, és ez az átlag. Ezek a hagyományos, tehát a történelmi adatok, és itt ez a kék vonal az aktuális adat. Ez volt valamikor tavaly év vége fele. És a kívánalom az, hogy ez a felültettsége a víztárolóknak, az ne menjen az átlag alá, mert egyszer alá ment, és akkor 20-szorosára emelkedett a villanyára. Ezt elkerülendő most a lakosság az akármikor ellenőrizheti,
hogy ez a vonal ez, ez bizony fölötte legyen a éves átlagnak. Tehát nehogy véletlenül eladják. Ugye van elég sok gigawattos kapcsolat a környező országokkal, hogy könnyen lehet eladni mindenféle energiát, de nem engedik meg, hogy a ország készleteit egyszerűen eladják. Na most vannak más energiatárolási lehetőségek, ez a kisértékű energiatárolás, ez Magyarországon nem nagyon praktikus, mert a lakosságnak a vásárlóerője ezt nem teszi mondjuk annyira lehetővé, mint például Németországban. A nagyértékű energiatárolás az leginkább víz, tehát a, vagy pumpás, vagy más vízenergia. Ez az északi országban még van ilyen tartalék, és érdekes módon a közép- és kelet-európai országokban is még van egy ilyen termés, sokkal kevésbé van itt kiépítve a vízenergia, mint ahogy kell, és ez most különösen az újfajta megújuló energiaforrások által ez nagyon fontos lett, mert egyszerűen bizonytalansággá fokozódik, vagy biztonságtalan energiaellátásokkal fokozódik. Tehát ami érdekes lehet, ez Norvégiában is nagyon terjedés itt is, hogy kisméretű víz erőműveket csinál, mit tudom én, ugyanúgy, mint a szélmalmok, azok ilyen egymegawattosak. Ezt ugyanezt meg lehet csinálni sokkal kisebb méretben víz erőművekre is. Most Norvégiában egy ilyen magánvállalkozás, vagy földtulajdonosok, vagy farmerek, vagy a kultívják, vagy a parasztok, a földjeiken vannak, tehát elég nagy területi földeket birtokolnak, ezeken vannak vízesések, azok egyszerűen beleszik egy csőbe, olcsó, sokkal kevesebb fény, meg mi egymás mennyiséggel, mint egy ilyen 100 méteres acéltorony propellerrel, meg generátorral, ezt meg lehet csinálni, és ugyanaz az energia, mint egy szélmalomból kijön, tehát körül ugyanaz a hozzáállás, mint Dániában a szélmalmokkal, ezt Norvégiában ilyen kis vízerőművekkel. Itt, amennyire én tudom, ez a kraftosoknak lehet, hogy érdekes, hogy itt a háború előtt voltak ilyen kis vízerőművek, amik most nem működnek. Hát azok kevésbé zavarják a környezetet, és ugyanazt az energiát, vagy még akár többet is tudnak produkálni. Úgyhogy ez fontos lehet akár. Tehát ezek a vízenergia tárolása két szempontból fontos, amit már mondtam. Az atomerőművek azok kevéssé változtathatóak, azok 10%-ban változnak, mindezek az új megújuló energiaforrások, ezek viszont abszolút nem tudjuk, hogy változnak. Mind a kettő miatt kell olyan energiaforrás, ami jól, könnyen, nagymértékben szabályozható, tehát a dunai vízerőművek mondjuk azok, amely a 100%-tól 10%-ig változatosak, ugyanúgy, mint ahogy a természetes ingadozással Dunának is olyan 12 méteres szintre változik. A kérdés az az, hogy mik Magyarországnak tartalékai ezek ezen a téren. Az ISZA, az Európai Akadémiák Science Advisory Council-ja, annak van egy olyan része, hogy Energy Steering Panel, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ez most körülbelül egy-két hónap múlva kiad egy tanulmány erről, különösen az energiatárolásról és a villamos energiatárolásról. Ebben meg van említve a víz is, meg az, hogy az északi és a közép- és kelet-európai országban a víz és tárolásnak még van lehetősége. A nyugati már képített országokat kevésbé, és hogy ott mindenféle más, sokkal drágább módszereket lehet használni. Na most nézzük meg Magyarország helyzetét, ez itt a Duna vízgyűjtő területe, ez elég jó nagy terület, itt van a Duna, és akkor nézzük meg, hogy ez egy óriási mennyiség, nézzük meg, hogy a Duna hosszelvényén vannak, ez a Duna vízszintje, és ugye a legelej jobban lejt, mint később. Ezek meg a mellékfolyók, jobb és bal oldalon.
Itt egy fontos mellékfolyó a Cserna, ami itt van, ezen az oldalon is Orsóvánál folyik a Dunában, és hát a többi is itt van. Nyilvánvalóan ezek az előnyek, ugye nagyobb a kisztőség, ezek azok is mennyiségre több energiát tudnak szolgáltatni, mint a lejjebbi része. Hát itt az egyetlen nagyobb vízerőmű az a Vassakunál van, ahol itt azért egy kicsit szívfelmentül esik a rész, hát itt van nagyjából Orsova, után van Vassakunál, vagy úgy Orsovától lejjebb. Ha megnézzük a német szakaszon, a vízerőművekként, ez Németország, különböző helyek, egyes az Ulm, Oberlingen, Hemsön, 21 különféle vízerőmű van, tovább építenek, tehát még 3-4-et építenek hozzá, és itt vannak a, tehát hogy milyen szinten vannak, tehát ezek ilyen körülbelül 10 méteres nagyságrendű szintesések után, tehát eszeveszett mennyiségű van, ez csak Ausztriáig megy, aztán Ausztriában is ugyanennyi ilyen sok vízerőmű van, tehát itt már nagyon ki van építve, de még mindig sűrítik. És akkor itt van Magyarország, hát de itt kezdődik az ősi erőmű, és itt ez a felvízcsatorna, és utána semmi. Most meg lehetne csinálni ilyen 10-20 méteres szintkülönbségekkel Nagyvarosnál, Adonynál, Fajsznál, akár még Baja és más táján is egyet. Tehát ez mindegyik tudna adni egy ilyen kb. 100-200 megawatt körülbelül átlagos teljesítményt. Ez összesen is nem éri el egy jó nagy olajerőt, mert tehát az elektromos energia termelés átlagban nem jelentős, a 100 halombattai erőmű az 800 megawattos. Tehát ez a négy extra vízerőmű körülbelül ugyanakkora lenne, tehát ez nem egy jelentős energiaszintet. Ez nem érné el például egyetlen új paksisnak a teljesítményét, amelyik 1200 megawattos. De viszont a többi hatás, tehát a további hatások, hogy itt lehetővé tenni például a Prédikálosztéken, hogyha ezt mondjuk 500 méter nem hiszem, hogy van a Prédikálosztéken, de ugyanazzal a mennyiségű vízzel 50-szer több energiát lehet tárolni, és kevés mennyiségű víz kell hozzá. De nincs még lépcsőfölje a szorzó, még megyen? Hát, melyik szorzó? Hát 500 méterről, ha nincs 10 méter vízlépcső, akkor meg 100 millió. Hát nyilván, hogy fölfele a felső oldalról pumpálják, lefele meg az alsóra engedik. Nem, csak azt mondja, a 10 méteres vízlépcsőnek a 50-szeresét lehet elérni, de nincs vízlépcső, akkor 1 millió szoros lehet elérni. Na hát ez nem nyilván vízlépcső. Ez szép is lenne, de nem mondjam. Na tehát itt vannak a magyarországi szintkülönbségek, tehát ezek olyan 100-800-150, tehát kb. 10 méteres átlagonként. A fontossága ez egy az árvízvédelem, ez azt kell tudni, nem tudom, hogy erről lesz egy szó később, talán lesz. Úgy nem lesz az, akkor visszamegyünk. Akkor hadd mondjam el, hogy ugye volt az 2013-as árvíz. Ez az árvíz Ausztriában és Németországban soha nem ment a megelőző maximum felé. Tehát a vízszintot úgy szabályozták az erőművekkel, hogy soha nem haladott meg, ott semmiféle árvíz a Duna mentén ekkor nem volt. Ott általában olyan 40 cm-rel voltak a tetőzések a megelőző maximális szint alatt. Most amikor átjött Magyarországra pont a bősi erőmű után, ott 80 centivel ment a megelőző maximum fölé, hála az égnek, nem vitte a semmiféle dolgot. Budapestnél már olyan 40 cm-rel volt még mindig a megelőző maximum fölött, és még a déli határon is 20 centivel a megelőző maximum fölött volt. Tehát ez egy elég nyilvánvaló veszély. Nyilván, hogy már előre ráengedték Börsnél a vizet, hogy ott ne legyen túl sok, ezért az jött át Magyarországra, tehát az a
az nagyon fontos veszélye válító tényező, hogy itt lett volna egy gát, ami ezt a vizet felfogja, az ráengedte ezt a vizet Budapestre. Tehát a árvíz védelemnek az egyik legfontosabb része lenne, hogy ezeket a erőműveket, vagy ezeket a gátokat meg kellene építeni. Tehát ez sokkal fontosabb, mint az a viszonylag kevés energia. Ez a viszonylag kevés, tehát 800 megawatt energia, viszont 100%-ig szabályozható, ami már fontos. Azon kívül ezeken a területeken ez a öntözés lehetővé teszi. Budapesten már most is víz, ivóvíz hiány van. Nyári időkben nem jó minőségű a ivóvíz. Ugye, hogyha itt Újpesten, pont ahol én születtem, körülbelül itt van egy felszíni vízkivételi mű, de hogyha onnan látják el Budapestet a vízre, akkor már nagyon klóros, meg mi egymásnak azt tisztítani kell. A víz, amit a Szentendrei szigeten szavicsos kutakból szednek, az nem elegendő, már messze nem elegendő Budapestnek. Tehát ezek a fontos kérdések. Ugye, tehát ehhez meg kell helyíteni ez a Kocsimenvarosi gátnak a makettje annak idején. Ugye akkor itt lenne egy szép nagy felvízító. Ez nem okoz semmiféle környezeti problémákat, mint ahogy ezt jól látjuk a Tiszatónál. A Tiszatábat megépítették, az most egy kellemes kirándulóhely, vonzó környezet, és tehát óriási, nem tudom én, és miért argumentáltak ez ellen, de a Tiszató az összesen az ilyen argumentációt van. Tehát ezek voltak a... Nem is ér még, amit nem említettem, hogy egy jelentős probléma még van a hajózás, hogyha megnézzük a Duna jelenlegi vízmélységét, akkor pont Magyarországon van, tehát ez Budapest fölött van, a legsekélyebb Duna alacsony vízállás, ami 2 méter. Tehát egy normális hajónak a mélysége az több mint 2 méter, de akkor minden hajózás megszűnik a Dunán. Milyen normális hajó? Akkor a hajó kell, hogy tehetőjük, nem ilyen nevezetőjük. Egy rendes utcájának a... A hajó normális, a Duna meg nem normális. Hát a teherhajó merülése az több mint 2 méter, bájt, mint teherhajó. Szünetben Hát akkor ezért fontos lenne, hogy a vízgazdálkodásnak egy jelentős szünetet. Köszönjük szépen.